Szervusztok! Ígéretemhez híven folytatjuk a barlanggászással, és ez nem is kellett, hogy olyan sok idő elteljen ehhez a manőverhez, hogy lássuk. Amit nézegettem eddig, olyan 320-an néztétek meg az előző videót, mi van? Ennyit tudtok? Pedig annyi élvet kaptam, hogy mikor lesz már Don't Star, meg jaj, csinálj videót, meg már annyira értsáltál Don't Star-ot, aztán nem is tudom, kicsit többre számítottam. Pedig még update is volt. Na jó, csak hetszellek titeket. Nem kell komolyan menni, annyian nézitek meg, amennyien megnézitek. Csak úgy a fúri volt. Kevesebb néztétek meg így elsőre. Ajj, a kristály! Földrengés, földcsúszamlás, földindulás. Na, hát akkor ahogy ígértem az előző videóban... Ja, az még nem világít. Jaj, ne köp le, ne köp le! Anyád, hogy van. Futi, futi! Hol a második eszint? Ah, köpködnek! Ó, innen lesz jó feljönni. Ó, jaj! Na, tehát akkor... Bármi para van, elfogyasztok egy csavarkulcsot. Jaj, de jó ez a robot, gyerekek! Hát szóval az, hogy így maxot tölti majdnem a HP-mat, meg még boostolja is. Ez valami nagyon király dolog. Na, most bedurcult vajon itt az Insta, vagy nem? Vagy hát na, ez a plac. Szerintem bedurcult. Meg kéne találjam az oltárt. De nagyon jól néz ki ez a föld alatti rész már. Ó, egy gyémánt. Aha, bedurcult. 9 fa. Ezt lehet, hogy még korábban hagytam itt, amikor evakuáltam. Loottal megrakva. Na, tehát visszatérve így... többre számítottam egy picit, na, hogy így új patch volt, meg minden, és akkor többen nézik meg. Hát ami késik, nem múlik. Mindest ebbe a videóban most igyekezlek kárpótolni titeket akcióval, tartalommal. Ó, egyre gyakoribbak a földrengések is. Jézusom! Ja. Jó, akkor az a zsákutca. Csak aztán majd fel tudjak jutni, mert ott a pókok eléggé bekerítették a feljárót. Nem baj, figyelek a pajzsra, akkor nem lesz gond. Csak ne fussak össze sem böszbe nagy döggel. Ha meg nagy para van, akkor bekapok egy csavarkulcsot. És már is minden probléma elszáll. Ja, most rémálmok vannak. Mert ha elmúlt ez a... fázis, akkor visszatérek, aha. Illetve itt a második szinten van egy ilyen, hát egy labirintus-szerű hely, és ott anyázik az ősi őrző. Egy hatalmas, egy szőrös rinocéros, aki kvázi egy a legdurvább ellenfél most jelenleg az egész játékba. Még a Dirklopsot is übereli. Csak annyira kemény. Most jó lenne betápolni pár gyémántal, meg megtalálni az oltárt, meg ilyenek. Te lucid. Ó, itt van egy mély tengeri tó, vagy mély tengeri, egy mély, vagy egy barlangi tó, és ezekből most már angolnákat lehet kifogni. Hát csak én hoztam horgászbotot. Na majd legközelebb. Ó, némám jó van itt. Még egy tó. Jól van, itt meg lenyugodtak a kedélyek. Nagyszerű. Na, és itt a telucit. Szerintem itt szétcsapok. Ó, ez csak kicsit adott. Ez is kicsi, ez is kicsi. Mennyi ilyen kis telucid darab kell vajon egy nagynak az összerakásához? Ja, de ahhoz lehet, hogy össze fel kell fedeznem. Na, akkor meg kell találjam azt az oltárt. Sürgősen.
milyen sötét lett, hogy így a... lenyugodtak ezek az ősi romok. Ajjaj, maki majom. Ezt nem kéne, nagyon nem kéne. Jaj! Kapd be a fejem! Jól van. És még már menekül. Ajajajajaj, ez így nem lesz jó. Fogy a kaja. Valamit gyorsan ki kell találnom. Kötél, fahácsó, ujjajjaj. Ezekkel a majmokkal itt nem számoltam, hát akkor föl kell mennem nagyon gyorsan. Különben itt fogok megpusztulni. Hülye majmok. Mit vittek el? Vajon? Ezek a majmok nagyon rosszak. Jó, hogy erre jött ez a szörcsögi, mert akkor különben így megölt volna a sötétben az izé. És pont a lámpát vitték el. Szemetek. Mondjuk én is hülye voltam, mert leraktam. Na, tűnés majom. Ezek sose akadnak le rólam? Vagy mi van itt? Jáááá, segítség! Baromi sok majom. Üldöznek a majmok, anya! Éhezem, éhezem! Viszont ha ezzel megyek föl, nem tudom mi lesz. Belebugzódjak. Na, kérdés, hogy most a fejemen jön föl, vagy anélkül? Jó van, eddig jó vagyok. Isten, mi van itt? Jesszusom. Egész póksereg. Ajajajajajajaj. Némá egy csiga. Jó, hát lámpával kell visszajönnöm. Ezt meg valahogy le kell szerelnem magamról. Mi történik, ha itt leveszem? Pusztulj meg, szemét! Gyorsan banánt enni. Föl. Hát ez nem lett olyan nagyon sikeres, mint gondoltam. Nem számoltam azzal, hogy pont lenyújják a lámpámat. Jó, semmi gond, van másik. De mindjárt lesz másik. De előtte hazaugrom egy jót kajálni, akkor legalább meg is mutatom, hogy miket alkottam, amíg adáson kívül voltam. Na, itt a kis rét. Jó öreg rét, itt világos van mindig. Na,
irány észak, és itt akkor megmutatom a kis mezőt, és 206 életem van még így is, hogy így már így lement az egyharmada. Nagyon durva. Na, íme a komplexum. Jó, kukoricát betoljuk. Meg ezt is. Padlizsán. Jó, padlizsánt megetetjük ezzel a rigóval. Ez fossá padlizsán magad. Ide, ezt ide. Ezt ide. Kezdve csináljunk valami jó kaját. Ó, ezt is eltalom. Mit adjunk ehhez hozzá? Hát... legyen egy ilyen... plusz még egy tököt is megetetek ezzel a rigóval. Így lesz tökös rigó. Gyűjtöm szépen a magokat is. A hűtő. Jó. Csodás hűtő. Oké, oké. Na, hát akkor... hogy legyen, hogy legyen. Hogy szépen eltároljuk a gyémántjainkat. Zöldet is. Nagyon jó. Megsütjük a fáni ormányt, az lesz a méztartalékkaja. Oda lent. Na meg ez, ezt szerintem most betolom. Na, már is jobb. Így a focaknak. Jó, most szerintem akkor megint megpróbálok le... lemenni. Biztonság kedvéért szedek pár füvet. Abból csináljak új páncélt. Valószínűleg tartom, hogy szükség lesz rá, főleg, hogyha azokon a pókokon próbálom majd meg keresztül verekedni magam. Rohadt sokan lettek ott. Lehet, hogy csak azért, mert a fészkekből ott kiagróztam őket. Aztán lehet, hogy nem. Minden esetre jó lenne a pókokat leverni, vagy legalábbis a fészkeiket, de ahhoz meg itt elég nagy harcokat kell majd vívni. Nem gond. Ez most egy ilyen akciódús videó lesz, már vissza a barlangba. Robot Robi nem hagyja magát. Meg itt lesznek a denevérek. Ez az irány a mélység. Visszatértem. Elmegyek a csigaház mellett, nagyon jó. És csiganyál. Az előbb itt kijött egy ház nélküli csiga. Á, ott van. Nem mentek innét. A fene a beleteket. Na megálljatok mindjárt. Na, melyik jön ki előbb a házából? Hát, ott az első nyertesünk. Jó, szerintem én ezt itt rövidre is zárom, ezt a pókkolóniát. Ennyi volt, köszönjük szépen! Ilyen pókok. Jó, itt van a csigusz. Ez meg dobhatja a házát, aminek én nagyon tudok törődni. Rá
Ráadásul ez egy ilyen gyors csiga. Hamar kereket volt, ha nem ügyelünk rá. És nem dobta a házát. Áááá. Szemét dög. Pedig én már azt hittem. De nem. Rúcsiga megcsalt. Jó. Benne a beletet. Nem gond, Terminátor robot vagyok. Gyere csak ide, Batman! Hány fogad van, Batman? 50 vagy 40? Nem tudom, hogy így szóra. Jól van, már csak egy bőregér maradt. Még nem dobják a szárnyaikat. Ennyi. Csalódott vagyok, azt kell, hogy mondjam. Nem gond, de legalább visszatértem. Most azokra a fránya majmokra kell ügyelnem. Ó! Oh. Mi történt azokkal meg? Na, lássuk csak, hova kéne néznem. Itt vannak ezek a székek. Na, azokból is szétverek egy párat. És fontos tanulság, hogy a szörcsögit le lehet szerelni a fejünkről. Na, csináljunk csak egy pajzsot még. Ki tudja, mi vár itt ránk. A relikviát meg fogom szétverni. Nézzük, mit ad. Semmi jót. Viszont a telúci cuccokat szétverem. Nem csalunk semmit. Cheat! Mint a jó kis célszerszámom valósan beszélgetően most. Ez így folytatódik. Ennyi volt. Köszöntük szépen. Na nem baj, legalább lett helyünk. Ó, bunána! Telucid falak mindenütt. Itt is. Csak az oltárt kéne megtalálnom, hogy őszinte legyek. Vagy erre lesz, vagy itt délebre. Mindjárt kiderül. Ó, már csak ez hiányzott. Földrengés! Rengjen! A mélység! Úristen, úristen, úristen! Fejemre ne essen, még behordban a cilinderem. Esetne már valami jó kavics. Na jó van. Erre tovább. Mi kéne az, hogy csinálják megint egy ilyen csodaszerszámot? Kő. Á, itt nincs fű, meg fa. Ez mi? Ez is valami relikvia. Mindenütt ilyen ősi romok. Tisztára ilyen régészetbe átcsaptunk már. Ősi nyomok nyomában. Na, ősi romok nyomában. Azt mondtam, nyomok. Nyomok nyomában. Romok nyomában. Ó, még egy banán. Ó, és ezek az új ilyen... Mi ez? Oszlopok. Ezek nem is tudom, hogy micsodák.
Hú, jó nagy ez a barlang, nem mondom. Ó, merre lehet? Valószínűleg már nem lesz tovább, maximum délebre. Semmi gond, amíg bírom gyomorral, meg lámpással, addig nincs veszve semmi. Ó, még egy banánfa. Meg még egy. Jól van, nem lesz itt gond. 256 HP. És még egy. Még egy konnektor, még egy konnektor, még egy konnektor. Körbe futunk, dugó. Na lássuk akkor. Meg kéne találjam az oltárt, csak ez is elég nagy terület sajnos. De nem adom fel. De az oltárt is valószínűleg fel kell építeni. Ó, rohadt majmok. Tűnés. Maki majom. Most már nem húzol be a csőbe megint. Ja, és ott egy szörcsögi. Ujjaj, beindult, kezd beindulni. Megint egy ciklus végére értünk. Ó, és a cilinderemnek is oda. Volt, nincs cilinder. A maki majom még igazán leakadhatna már rólam. Ujjaj. Szörcsögi. Tűnés. Ilyen majom. Jézus ereje. Még ez is jön utánam. Viszont ez itt már lehet a labirintus lesz. Ó, igen, pont téged kerestelek. Hozod vissza! Rohadt kis dög! Hogy átbugzódott ott? Maki majom, ez az. Én győztem. Na némá, egy szört is dob. És szarran dobált, ez kész. Ó, pókok. Arra nem megyünk. Juhúj, juhúj. Jó, harca fel, majd győzni kell. Jesszus Isten, hárman vagytok! Áááá! Jó, tűnés innen. Ezeket valahogy le kéne amortizálnom. Az van, hogy ezek így elől maradnak. Azt, amit csoda üldözés. Mamám. Uhuhuhu, party! És ezek a pókok is ugrálnak. Jézusom! Fogyjatok el, fogyjatok el! Valami legyen! Ó, és itt az oltár! Yeah! Mi volt ez? Jaj, és ezek is jönnek! Aztán nem jó jár! A pajzsomat egy pillanatok alatt leamortizálták ezek a dögök. Ujjaj, itt valamit ki kell találnom. Ajj! Ennyit nem bírok leölni. Ez kizárt. Kizárt dolog, mert nem tudom. Hát szégyen a futás, de itt hasznos.
Több is, mint hasznos. Ez kötelező. Három. Több. Egyszerre. És ezek nem adják föl. Jesszusom! Ja, és ezek itt maradnak előtt. Ne! Még ez is üldöz, behalok. Ne! Menjetek el! Ne már, ezekbe is bele kellett potlanom. Na, most talán leakadtak rólam a rémálmok. És a szörcsökik is. Megúsztuk. Ó, ott pár ilyen gólemet, ilyen fém gólemet, hogy ki kell iktatnom. Átjuttatják őket nekem. Te lucid! Na, ez meg lesz. Gyere csak ide! Ne is dobott csavar kulcsot. Teszem én. Nesze! Pusztul meg! Sok bók. Oh! Nem felítottak az illemre? Na, hogy ezt a lámpát veszem föl. Pajzsom focskán. Ó, de viszont találtam csavarkulcsot. Szuper! Ó! A nagy fight következtében itt sok minden maradt. A jó robot számára. Ó, és még a csavarkulcsot is. Lássuk, hogy mi van itt. Most már tudok ilyeneket csinálni, és hogyha ezt így ide teszem, azt mondja a Reaper. Na, csinálj egy ilyet. Na, még egyet. Még egyet. Még egyet. Még egyet. Még egyet. Ó, ez felvillagyozott. Na, lássuk, hogy miből élünk. Na, itt van ez a Hangyos Sutius, ehhez kell még nagyon sok cucc. Nightmare Fuel. Telucid Suit. Jó, a szobrokat szerintem kihántom, hátha. Lesz sok jóság. Egy telucit. Hány kell hozzá? 4, 6. Remélyük összejön. Ó, egy napsugár kristály. Elhozottam nem a másikat, ami azt illeti. A gond, még lesz egy. Ó, az erre fele lesz. Jó, a fókhálót kikerüljük. Jaj, jönnek a haverok. Itt is. Nem gond, fel vagyok készülve. Jaj, csak földreggés, ne. Úristen, földreggés.
utálom a túlzozat. Ez nem jó. Túl sok a fő. Úristen, sok a HP-m. Még ez is. Mellé ugrottál. Tehát ott tartottuk, hogy ezt kipályázom. Aztán utána föltakarodok a felszínre. De sok itt a fókasz. Ne ott a lámpát elő. HP-t föl. Jó, szerintem visszamegyek a szoborhoz. Megpróbálok, hát ha össze tudok még valamit rakni, és hogyha azt felfedeztem, akkor talán később is fogok tudni csinálni fönt. Jaj, ne jönnek megint a rovadékok. Jaj, ne már! Muszáj! Tehát ott az ott dob, mint a lucit. Jól van. És tudok csinálni egy ilyet. Ehhez meg még kell. Jó, becsinál a pickaxe-et. Szuper, na most pedig takarodok innen föl. Ezt nem állt, mert fiat magamhoz veszem. Jó, evakuáljunk. És jó sok telucitot elhasználtam. Majd visszatérek most már Nightmare fűvel megrakodva. Csak jussak ki éppen és egészségesen a barlangból. Ó, szörcsögi! Hello! Tűnjünk innen. Ezt le kell sprinteljem. Hova is kell mennem? Azt mondja, hogy ott végig és ott igen. Jó. Hát gyakorlatilag csak észak-keletnek kell tartanom. Rendületlen. A sok rajongó. Na, ebben az epizódban aztán volt minden. Már csak az ősi őrzővel nem futottam össze. Nem is örültem volna. Viszonte legyek. System nominal. Ajjajjajjajjaj. Kezdik forrósodni a talaj. Ki kell innen takarodnom. Jó, lámpások. Jó, már nem vagyok messze. Csupasz robotként távozom, de legalább jó sok mindent összeszedtem. Fat loot. És lett egy pickaxe-em. Tehát egy ilyen kis szekerce. Így felülről esek. Ne, halljak meg, ne köpjön le. Horsadjunk, takarodjunk innen. Gyerünk. Ne hagyd el találni magad. Matrixot megszégyenítő mozgások. Jaj, ne. Most nagyon ne csapjon valami. Jaj. Hát a kb. Most a fejemre esik valami, az nekem most annyi. Csak üldözni fognak a rémálmok is odafönt. Hopp, takarodjunk ki innen. Jaj, ja, van egy csavar, búcsú, akkor esze.
Húf. Jó, hogy szuper robot vagyok. Na és mire ez a pickaxe? Egészen egyszerűen ebből fát is lehet vágni, meg bányászkodni is lehet. Vagy hogy bányászni, elnézést, már nem tudok magyarul. Na, teszteljük. És elég strapabíró, tehát olyan strapabíró, mint az aranyszerszámok. Na és a józanész is visszatért, hála égnek. Kéne belém csapnia. Feltöltődnék. Ah, otthon, édes otthon. Ilyen kristályom is. Kettő ráadásul. Na majd akkor ezekkel ledesszantozok a közelebb a barlangba. Ezt még viszem a Nightmare Fuel-t is. Itt csinálok egy új kalapöcsöt. Na hát, megköszönöm szépen a figyelmet, ez egy igen izgalmas kis epizód volt szerintem, remélem ti is jól szórakoztatok, és akkor találkozunk a következő részben, ahol ugyancsak lekalapítok a barlang mélyére. Ó, és belém csapott, király! Sziasztok!